Koffin, 5 elkapott például. 5 például elkapom. Ez ki lett számítva, úgy istenesen. Ki lett számítva, az a rohadt PS-en is. Ja. Hát, toljuk le azt, majd utána visszajövünk gyógyítani. Koffingot átnevezed? Nem. Miért nem nyomtam rá? Azért megijedtem. Névtelen. Igen. Név lesz. Tök ezt el kéne menem mosdóban. Most ez így random momentként mondtam. Mehetsz végül. Te ülsz a szoba legszélén, úgyhogy. Igen, úgyhogy. Addig tartjuk a frontot helyet. Az ajtócsukásokat majd kivágom, jól. Tudod hol van, nem? Szerintem, ha legközelebb ilyen lesz, azt is megcsinálod, csak kimész és visszajössz. Kész és szembe rögtön az ajtó, az első. Becsukjam. Becsukhatod, igen. Na, közben a nézők azt is megtudták, hogy hol helyezkedik el Bence szobájához képest. Hogyha valaki betör hozzánk esetleg, akkor WC-re már tud menni nálunk. Hogyha az én szobámból indul ki, mint kiindulási pont. Ja. Ahhoz a Bence ablakán kell bejönnötök. Aerodactyl level 30-ra sőt. És ilyen kis gyerekek vannak itt? Hát, lehet, hogy itt nézd, játszik játéktermet, plázát, valamit. Hát van más kikapcsolódási lehetőségünk, bemennek a romok. Jó, mondjuk mi is, amikor én Borsodban laktam, akkor mi is ezért erdőben játszottunk meg elhagyatott gyártelepekkel, nem azt mondom, csak úgy fura, hogy Japánban is ez a megszokott dolog. Ez nem Japán. De mindig ebből indul ki, szerintem a... Japánban csináltak a játékot, mindig abból fognak kiindulni. Ott vízig, elkaphatod. Minek? Hát nem van egy koffinunk, és akkor mondom, hogy vízig. Ne unatkozzon, vagy? Aha, igen, akkor már legyenek többen. Na. Kijött a víz, és fölrobbant! Ultra szopás! És ott egy műszobor. Új, és elkezdett világítani a szemét a terminátornak. Mert bekapcsoltam. Aha. Ez egy kapcsoló volt. Azt mondtam, hogy meghalsz! Egyre erősebbek már ezek a hülye nyomori pokémonok is. Ez hihetetlen. Na, jött, el tudjuk kapni? Vagy már cseszni bele. Most elkapom. Bízunk benne. Nyomd a bét, nyomd a... nem nyomtad. De így is meglett, úgyhogy... Erre elég ez bőven. A legendásoknál vannak a nagy szívások a Pokémon elfogásokkal. Kapunk! Ennyi volt. Rajcs is kapja az XP-t. Ó, egy tudós. Akkor ezek szerint mégsem halt ki annyira ez a labor. Vagy lehet, hogy betörő? Itt kétféle van, betörő meg... Aha, és ugyanúgy néznek ide, kemény. Egy Charmander starter van, akkor ő is Oak professzornál járt. Lehet, hogy ő lopta Oak professzortól. Lehet. 34-es Charmander, az se gyenge. Kipróbáljuk, Aerodactyla most már megy a biznisz. Jó van. Charmeleon. Wow, megy a biznisz ezek szerint. Kicsit hát, kevés a Pokémon ellen, tűz Pokémon ellen megy a biznisz, mert típus előny. Miért neki milyen típus előnye van a tűzzel szemben? Szikla. Aha. Az összefüggést nem értem, de rábízom a japánokra. Hát szerintem, hogy egy tábortűzi rábaszol egy nagy rakás szitát, akkor az kialszik, nem kap levegőt. Szegény tűz. Közben elkaptunk egy koffingot, meg egy vízinget. Ja, jó, egy, erről ma ennyiről maradt el le, úgyhogy. Most elkaptunk egy Grimert, úgyhogy... Hoppá, már 61 Pokémonnál tartunk. Soha nem kapunk el már semmit, amit szerintem nem fogunk betartani. Hát ne is. Akkor Legal. Már elég van ahhoz, hogy... Ezt a könyvet nem tudjuk elolvasni még mielőtt. Bele tudunk olvasni. Csak minek? Why not? Kíváncsi. Napló. Elnevezték Mew-nak az újonnan felfedezett Pokémont. Valószínűleg Mew-t. Igen, lehet az összefüggés. Igen. Én is így látom. És itt el is tudjuk kapni, vagy az... Mew-t sehol nem tudod elkapni. Nem, sehol. Mew-t akkor tudnád elkapni, hogyha lenne egy Pokémon Emeraldod, és kimennél Japánba valami Pokémon eventre, ahol kaphatnál egyet. Ja, akkor a Nintendo az hivatalosan is bekaphatja. Minden generációban van legalább egy Pokémon, akit ilyen kibaszott kacifántos elkapni. Az első generációban Mew, a másodikban Celebi, a harmadikban kettő is volt, Deoxys és Jirachi. Igazából konkrétan... Egyre több ilyen Pokémon van, akit csak ilyen, vagy hogy megveszel valami játéknak a limitált kiadását, és ahhoz kapsz egy kódot, amivel kaphatod, meg hát ilyen elég unfair dolgokat találtak. Gyakorlatilag a Nintendo-nak összehetjük azt, amit most a GameStop csinál, hogy ilyen exkluzív tucokat igen, ad a pontosan. Játékoknak. Egyébként most elgondolkodtam, hogy az összes rakéta csapatos köcsög innen szerzi be a Pokémonjait, mert igazából az összes, amit
ami így általában van náluk, ez a koffing, meg a többi, az igazából innen származik. Hát, tenyésztették őket, vagy én nem ezek tudom szerint... Hát végül is a kettő összefügg. Most így csak így elgondolkodtam. Most az a kérdés itt, hogy maga a labor is a rakétacsapaté volt ez, hogy ők csináltak egy kísérleteket, mert volt egy film. Igen, a mozifilm, amit láttam moziban, tehát megnéztem moziban vidéken, ráadásul vidéken. Azt szerint igen. Nem, onnél nem derül ki szerintem. Én úgy, én pont azt akartam mondani, hogy szerintem, én arra emlékszem, hogy nem derül ki, hogy a tudósok rakétások voltak-e vagy ne. Szerintem valami köze ahhoz Giovanninak biztosan biztos volt. Giovanni vagy konkrétan a rakétacsapatnak ezt nem. De hogy amiben Giovanninak benne van a keze, az rakétacsapatos dolog. De most a Giovanni nem megy a boltba tér, akkor az a bolt nem lesz rakétacsapat izgé automatikusan. Odahogy nem, csak mi, amit megérint, tudod. Igen. Telepatikusan tesz mindent rakétával. Kell kulcs majd? Nem kulcs majd, a kapcsolókat kell majd használnunk. Itt lehet, hogy ezt ki kéne kapcsolni. Mit kapcsol be, mit kapcsol ki. Nem szeretem az ilyen puzzle-ös részeket, amik csak arra vannak, hogy idegesítsék egy kicsit a használót, mielőtt tovább tud menni. Karma, elsőre sikerült szárznál, most így van. Most egy kicsit szopnunk kell. Valamit valamiért. Ott benne nincs bekapcsolva. Álljál, te ide nézek be, mert szerintem, hogyha azt bekapcsolom, akkor ezt a diszon bezárta volna. Mondom. Nem tudunk elmenekülni. Egy retikét akar menő genyózni. Jó, genyózzunk. Ő a retikétek Mike Tysonja. Nem meged elmenekülni. Nem úszod meg a sorsod. Meg is lettél mérgezve. Nem csak kidőlsz, de miközben kidőlsz, még meg is dög lesz. Duplán megölöd. A mentorom egyszer itt lakott. És ki nem szarja le. És ez mit jelent, hogy együtt laktak? Vagy homokos vagy valami? Ez csak ilyen. Vagy így rágyújtotta a mentorára a házat, és most ő csöveszik itt a romokban. Ja. Hát egyen osztom. Vigyeld meg. Magneton. Lehet, hogy a mentor volt az apja. Már csak ez. Nem apjának hívja, hanem mentornak. És az a tény, hogy ugye ő gyújtotta rá a házat, az változatlan. Igen, igen, természetesen. És persze az is, hogy együtt laktak, de egy igen. Kicsit belsőségesebb viszonyuk volt, mint fiúnak. Biztos és vagyok apának. Benne, igen. Japánok tudom elképzelhetetlen az ilyen történet. Szerintem ezt meg fogod bánni. Ezt megbántad. Szerintem ez nem lesz tudatában ez a retikét annak, hogy most meg kell tudom, hogy bánjunk valamit. Nem lesz tudata ennek a retikétnek, hogy pszichikkel lett kiütve. Amúgy sincs sok szerencsétlenek nekem, hogy így duplán, igen. Amikor kiüríted az üres lomtárat, tehát az a szint. Mire vagy szakadékokban? Leugrasz egy emeletet, hát cső, megyek tovább. Csak leugrok egy pár percre, mindegy. Leugrok a boltba. Ez egy nagyon régi vicc, és már a módáskoromban is ciki volt ez. De most jó, hogy előjött. Retro vicc. Igen. Nincs új a nap alatt. Igen. Újszületnek minden vicc új. Ezek a hűtőszekrények akarnak lenni? Itt minden hűtőszekrény. Az egész világon csak hűtősz. Ami szekrény, az hűt is. Hát tudom, tudósok tudták a dolgokat. Igen. Most amúgy mi a terv itt pontosan? Most mit keresünk, mit akarunk? Bocsánat, a kulcsot akarjuk. Nem tudjuk megkérdezni valamelyik segfejtő, hogy hol a... Szerintem mi vissza kell másznunk, csak most a másikon kell leesnünk. Aha. Azt nem tudtam, hogy melyik lyukon kell leesnünk. De ez a megkérdezés sosem ment egyszerűen. Mi olyan, mintha nem is tudnánk beszélni. Amúgy. Nem is tudunk. Nem is... Konkrétan egy mondatot, hogyha megjegyeztem, amit úgy, hogy mondott a karaktered. Mikor? Mikor? Amikor a rakétacsapat elaludt. És mondta, hogy ha, he's sneezing, vagy valami. De azt csak gondoltad. Ja, volt. Nem beszél. De legalább nem bugyborékosan volt kiírva, mint a képregények, úgyhogy ezt akár mondhatta is volna. Hogy legyen, melyiken estünk le az előbb? A jobbon vagy a jobb oldalin?
most estünk jó helyre. Egyébként elgondolkozom néha, hogy például a Switchnél, és ki kérdezi meg, hogy nyomjuk-e meg? Van miért az is egy maga, hang egy maga fejében? Képzeld a barátaid! A lelki ismereted. És akkor azt mondja azt is, hogy húvudön. A képzeld belé lelki ismereted. Na. Ez kezd erre rosszabb lenni, most már skizofrének is vagyunk. Annyi defektja van az összes karakternek ebben a világban, hogy igazából ez már fel se tűnik másnak. Ott le vagyunk az olyan rakétacsapok kisebbségi komplexusától kezdve aztán el lehet menni bármeddig. Tehát ebből szerintem olyan király szakdolgozatot lehetne írni. Hogy Pokémon és a pszichológia. Én egyszer egy szakdolgozatban föl is hoztam a Pokémont. Komolyan? Igen, azt hasonlítottam össze, hogy a Dragon Ball Z-t betiltották Magyarországon, az agresszió miatt, pedig ott az agressziónak volt célja, a világ megmentése. A Pokémon világában viszont egy sport az agresszió, és azt sose tiltották be sehol. Hát a nyerészkedés, ja. Ott konkrétan állatviadalokról beszélünk, és nem tiltották be? Ditto, kapd el a Dittót még mielőtt. Még mielőtt mi? Még mielőtt tartom, mert neked napáltal, hogy lehet, hogy... Érdemes lenne megfogta ezt a Dittót, azt lehet elkinek kapni. Elég ennyi szerinted? Bőlem. Lehet. Nem. Nem, hoppá. No. Hátranózott Mario. Na, még egy rámehet szerintem, nem? Egy meg biztos. Úgy. És ha bennmaradsz a kurva anyád. Nem. No. Ragaszkodik ez a Dittó. Higgyünk benne most megint. Igen. Ergo használjuk a B-gombot. Igen. Higgyünk a B-gomban. Látod, a B egyenlő benyom az működik. Tehát, hogyha az M-gombot nyomogatnád, akkor nem működne. Nincs is M-gomb. De a billentyűzetemen van. Csak a tiédem. Ha egy Dittó agyon ver minket, mi kínos. Basz meg, amúgy tényleg. Amúgy tényleg, vészesen közeledünk afelé. Revive. Ha egyáltalán van. Basz meg, nincs revive. Lehet, hogy meg kellett volna vásárolni, csak erre nem számítottam. Oh, egy Max Revive! És az jó? Jó, kit jó, mint a Shima Revive. Raichu. Ja. Kezd nagyon vicces lenni. Úristen. Nem lesz ez így jó. Hát ez a Dittó annyit fogunk szívni, mint a legendás Pokémon, akkor lehet, hogy nagyon meglepődök egy picit. Nagyon egy picit? Igen. És nagyon és az is csak lehet, és az is csak lehet. Már csak ilyen paradoxonok be tud beszélni. Igen. 7 óra oká és képzés után. Szem... Baszd meg! Nem! Baszd meg! Dittó hagyom el minket, Miki, én nagyon szívekezni fogok. Még egy max... Ne kell használnunk a másik maximumot is, basszus. Ez nagyon ciki már. Vágod, hogyha következőnek boltba megyünk, vegyünk, vásároljunk már be. Annyira csak arra koncentrál, hogy elég labdánk legyen. Ezt nem hiszem el, baszd meg! Bence, elmehetsz a picsába a Dittóddal, jó? Amikor felvételen kívül elsőre találkoztál egy Dittóval, ment. Akkor igen? Amúgy tényleg. Ráadásul ez egy level 30-as ne... Dittó. Ez különleges. A Master Ball-t nem fogom ráhasználni, erről szólok. Hogyha egy Pokémon ennyit kell küzdeni, na, akkor megjön ennyi. Úristen. Miki, nem, ez a te hibád volt, ezt nyugodtan rátkenhetjük, ez egyértelműen a... nézd meg a szegény csapatodat, mit műveltél vagy. Várjál, kérdés az, hogy végig tudjuk csinálni az egészet a kulcsért. Bazd nem meg. Biztos amúgy. Fúresztor. Legalább ennyivel beljebb vagyunk, igen. Most már nem is harcunk, csak run, menekülünk az életünkre. Menekülj, bazd meg! De várjál, most megint kéne nekünk egy kibaszott kapcsoló, mert nem tudunk be... Ne! Meg egy Dittó kap előtt! Távozz tőlem, sát! Jézusom! Komolyan már rettegek, amikor jön vad Pokémon. Nincs ripeled amúgy? Nincs, azt nem vásároltad, belátod, azt nem. Minek az alapon? Úgyis kell tápolnunk az Aerodactylt, aki mellesleg meghalt. Meg a Dragonite-ot, aki szintén meghalt, tehát igazából... Mindig meghalt, igazából. És remélem két, nem, azt hittem már olyan Pokémon az, aminek van típus előnye a tieddel szemben. Lett volna, ha nem igen, ideje. És van. Most fénytelve, ja nem, most csak el van aludva, azért azt hittem, jó. Hál' Istennek, hogy ilyen szarokat használ. Igen. Ha egy bohafény jó szerint szeret volna egy Thunderboltot használni, nagyon nagy szarba lettünk volna. Áldjuk a hülye tudósokat.
hülye tudós, tényleg, szóval, hogy... De ez tényleg az, tehát most nem a tudósok, akik általánosságban, meg sztereotípaim, hanem ezek, akik a játékban vannak, ezek konkrétan... Várj, leáll a karcolni a koffinga, úgyhogy tudom, hogy meg tud mérgezni. Mit csinálok? Én nem tudom, mit csinálsz. Hát... Várjál. Megtanulom. Ez nekem jól fog lenni. Raindance? Aha, elfelejtem helyette a Water Gun-t. Ezt úgysem fogjuk már használni, olyan gyenge most már. Te várjál, Aerodactyl ki van, Aerodactyl nincs kiütve. Nem, nincs, az, nincs, az, nem, igen, azt hittem, hogy fénytelve van, azért kapja az XP-t. Én szerint. Is azt hittem, hogy fénytelve van, csak azért. Ne, menekülj, úgy, most már szólunk külön, most már üvöltünk, hogyha... Legalább a kulcs legyen meg, mondom, tudom, mehet eszeted. Escape rope-ot sincs, ugye? Secret key? Ha-ha! Escape rope-ot van, Miki? Escape rope? Aha. Azt itt egyetlen, azt csak barlangóba tudjuk használni, nem? Nem tudom már, nem is tudom hát már. Ez, amúgy, ez lehet most nem is használtam mostanában, amikor blackeztem. Ez úgy néz ki neked, mint egy barlang? Igen. Barlang, bűn barlang, nem. Igen. Bűn barlang, ennyi. Bűn barlang zubetekkel volt egy olyan részünk. Igen. Ajaj, mert ez el van az ajtó. Ez a, nem, már, már ki sem engednek majd. Megfordulsz és már ott a retikét ott van. De ezt hogy csináltják meg tényleg? Én azóta azon gondolkodom, hogy hogy zárhatnak be egy termet, hogy nem mehetsz be oda. Olyan szóval, jó, hogy... mint hogy egy ilyen nappal is be tud zárni, szóval fuck de you. Ez nem az, hogy este 8-ig nyitva van a terem, és utána izé, hanem konkrétan meg kell járnod ezt a placot. Másikon is meg kell nyomnod majd. De úgy már nem is emlékszem, azért mi az? Nem fog eszembe jutni. Az, aki a termet működteti, abban mi van? Blaine? Aha. Hát ő benn van a teremben. Rá van zárva! Mi? És nincs telefonja, vagy mi nem tud kiszólni, hogy kirobbantani ezt a rohadt falat? Neki szerintem tök jó volt. Úgy rendben megpoizon ez a víz. Beraktározott cheetosszal minden, aztán ott el van. Nem akarom tudni, rendelt mit csinálod benn. Rendelt két pizzát. Egyedül. Ej. Internet kapcsolattal. Igen, és egy számítógéppel, igen, természetesen. Sok papír sem kívül. Igen, ezt akarom mondani, nem akarom tudni, hogy mit csinálod benne. 2 millióval és BitTorrent felhasználóval, igen.